Tihanics Tibor hatalmas elismerésben részesült, hiszen a sportbáron az év edzőjének járó díjat vehette át, immáron 5. alkalommal. Az elismerés természetesen most is megtisztelőnek tartja. Hát egy ilyen elismerés mindenféleképpen minden alkalommal meglepi az embert. Hát igazából sejtésem azért volt, hiszen hogyha megnézzük a 2019-es eredményeket, és azért a nemzetközi szinten, úgy hazai szinten úgy gondolom, hogy nem kellett szégyenkeznünk, hiszen ott voltunk az élmezőnyben, és természetesen nagyon jól esett ez az évedződíj, hiszen most már 5. alkalommal kaptam meg, és minden egyes alkalom az mindig nagyobb motivációt ad ilyenkor az embernek. A KTE birkózói fele másében vannak túl Tihanics Tibor szerint, de szép eredményeket azért így is sikerült szállítaniuk, ráadásul újfajvi Lili EB sikere a mai napig jó leső érzéssel tölti el. Én úgy gondolom, a 2019-es év az egy ilyen vegyes érzelmekkel teli év volt, hiszen évelején voltak eligazolások, a csapatot nem tudtuk úgy megerősíteni, ahogy gondoltuk volna, de viszont azok a törzsgyökeres kecskeméti KTS birkózók, akik itt maradtak és minket választottak, azok szép sikereket értek el, hiszen több magyar bajnokságon több érmet szereztünk, és én úgy gondolom, hogy erre a magyar bajnoki helyezésekre diákban, serdülőben, kadettban, felnőttben a koronát az Újfalvi Lili, aki a kadett Európa bajnoksági aranyérmével koronázta meg, amit azt hiszem, hogy még most is úgy ilyenkor úgy kiráz a hideg, porszozik a bőrön, mert mint hogyha ma történt volna, és ezek azok a dolgok, amik az embert minden nap úgy megújulásra kényszerítik, hogy mindig valami újat kell produkálnunk ahhoz, hogy minél előbb tudjunk végezni. A 2020-as esztendőre is megvannak a tervek, minden versenyzőjük nagy elánnal készül az előttük álló feladatokra, amiből lesz bőven. Túl vagyunk már több válogató versenyen, a junior, illetve a felnőtt korosztályban. Úgy gondolom, hogy a felnőttek között volt 3 olyan olimpiai súlyban lévő birkózunk, 57 kg Farkas Rajmond, aki tulajdonképpen a felnőtt versenyt is és a junior versenyt is megnyerte. Akkor Vida Csabi, aki 79 kg, aki tulajdonképpen új igazolás, akit junior Európa bajnoki bronzérmesként, felnőtt magyar bajnokként köszönhet a KTE család. Én úgy gondolom, hogy ő vele, illetve a 97 kg Juhász Balázs, aki szintén megnyerte a versenyt, ő is olimpiai súlycsoportban van. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a fiatal emberek ebben az évben meg fogják mutatni körmeiket, hogy mire képesek.